amelyeket én is csak csukott szemmel mertem megnézni. A riporterünk azóta dadog, ha látott, akkor gondol, az operatőrünknek megy a hasa, és én sem vagyok már olyan nagy kan. Balaton Borzadályra látogattunk el, ahol egy helybéli férfi, Pit Béla, megette két harci kutyáját. Arra kérem önöket, hogy aki teheti, csukja be a szemét, vagy takarja el tekintetét. Itt vagyunk a szörnyűségek színhelyén, Balaton Borzadályon, 1999-ben. Mellettem egy magát megnevezni nem tudó szomszéd, aki kérte, hogy takarjuk el a lábát, mert lúdtalba van. Tehát maga, Kovács Lajos, mit tud mondani a nagyport felkavaró kutya megevésről? Én mondjuk semmit nem tudok, de kizárt dolognak tartom, hogy a Béla így kutyát evett volna. Macskát, kisebb lovat, igen, de kutyát soha nem eszik a Béla így nyersen kutyát. Kálmán bács, eszik a Béla kutyát. Tessék, hogy megmondja a Kálmán bácsi? Hogy megmondja? Pedig ő nem hazudik, mert ő rosszul lát. Tehát valaki csak megette azt a két kutyát, ráadásul nyersen. Nem, én ismerem a Bélát, egy osztályba jártam. A két osztályt együtt végeztük el, a Béla nem eszik nyersen kutyát. A húga, a Bella, az igen, a Pit Bella, de a Béla nyersen harci kutyához az nem nyúl. Ugye, Kálmán bá? No. Nagyot látó ember világot itt él. Béla úgy csinálja, megpirítja a gombát, rádobja a nyers kutyára, azt még befűszerezi, erős paprikázza, és az egészet berántja. Nyersen a Béla, nem eszik kutyát. A falu hallgat, mindenki fél. A polgármester elmenekült, a postás is levélben küldi el a leveleket. Az emberek már a tehenüket is inkább a szobában legeltetik, amíg tart a lyukkapálma. Egy pillanatra, ha kérhetném. Mit hallott arról, hogy a Béla megette a két pitbullt? Kári kitja. Mindenki fél, mindenki tart valakitől. De talán keressük meg Bélát. Maga Pit Béla? Én vagyok. Na, jöjjenek bejem. Ahol egy embernek ült pitbull, jut egy egész rohadt tévéstámnak is. Juditka nincs itt, a mosolygós. Az nem nálunk van. A Juditka az egy másik csatorna. Rohadt nagy kár, mert félreraktam neki egy bazi nagy pitbull csontot. Mi van? Mesélj el a kamerának, hogyan támadt rá két pitbullra. Én nem tudom, mi volt velem aznap este. Nem voltam kikötve, a szájkosár sem volt rajtam, mint rendesen. Elbitangoltam a rohadt anyjába, elbitangoltam aznap este. Az volt betervezve, mint program, hogy leülök, azt nézem a híradót, én nem tudom, mi volt velem, elborult az agyam, mire már hát észre tértem, már azt láttam, hogy barcangolom a kutyákat. És? Próbáltak a szomszédok itt leszedni róla, de hát ez csak olaj volt a tűzre. Nem gondolt arra, hogy ennek következménye lesz? Micsoda? Milyen következmény? Elrontottam a gyomromat! Megmondtam az asszonynak is, hogy én az alkotmánybírósághoz fordulok. Alkotmánybírósághoz? A rohadt élet! Gyere ide! Gyere, megeszlek! Gyere! Menjetek innen a franc! Ennyi volt, mára búcsúzunk, de kérem, holnap is tartsanak velünk. Holnapi témáink itt a Fókuszban. A radványi sötét erdőben halva találták Bárci Benőt. Hosszú hegyestől ifjú szívében. Gyilkos erőszak ölte meg őt. Megtagadhatjuk-e a raboktól a jó étkuszit? Mit tehet az ombudsman? Azóta nem jön állom a szememre. Még a játékmaciát is elvették. Keze nincs, lába annál inkább. A pusztacsöki fiatalemberről még nem derült ki, hogy nyomorék vagy avantgárd művész. 100 közül csak egy éli túl. Ferenc túlélte, már bánja. Túléltem, már bánom. Hidegvérrel gyilkolt a profi. Számára nem akadály se zár, se védőrács. Korra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül öl.
te is az áldozata lehetsz a reklám után a Focus Plusban.